mai feladat a május 1-jére való készülődés. Nyakunkon van igazából, már jövő hét hétfőn itt van a május 1-je, és a nyaraló még sehogy se áll. Igazából állni áll, nincsen semmi gond, hanem ide bent a belső részben ilyen fölösleges dolgok vannak. Azért ráfér egy kis takarítás. Minden évben ki szoktak egyébként takarítani, úgyhogy ez az év se lesz kivétel. Sziasztok! Ahó! Mi van, szószom? Ja, meg ilyen dolgok még nincs vécénk se. A vécé az még így áll. Még fel kell rakni a helyére. Meg kézmosó, és a többi. De remélhetőleg, hogy ma délután ez mind meg lesz csinálva. Ugyanis jön a vízszerelő, és föl fogja ezeket szerelni. Pogalásunk első fázisa befejeződött. Hát kint voltunk egy jó pár óroszát. Az ember nem is gondolná, hogy mennyi cucca van bent a lakásba, vagy egy kis tárolóhelységbe. Addig a percig, ameddig ki nem pakolsz abból a helységből, vagy abból a szobából, vagy a házból. Iszonyatosan sok cucc. De a takarításnak, vagy a pakolásnak korán sincs vége. De hagynunk el a munkából a barátainknak is, akik velünk együtt szoktak itt nyaralóba ünnepelni, úgyhogy szerintem mára itt végeztünk. Egy dolog még hátra van. Van egy féltéglákkal megrakott teli utánfutó, amit el kell vigyek egy helyre, ahol ezt ki tudom üríteni. Ez a mai nap egy kicsit ilyen fizikai munkásra sikerült. Eléggé koszos a kezem is. A körmöm olyan gyerek, az katasztrófa. De még mielőtt nekilátnék a törmelék elszállításnak, mivel ma csütörtök van, következzen a hihetetlen hírek. Kezdenétek 8 millió forinttal. A mai hihetetlen hírekben egy emberkéről lesz szó, aki 8 millió forintot költött a testére. Kísértetiesen hasonlít, egy pár vloggal ezelőtt, nem tudom már melyik részben, volt egy nagyon hasonló emberke, aki földön kívüli akart lenni. Nem értem, hogy miért akar valaki földön kívül lenni. Oké, ez a mexikói úriember, Richard Hernández az úriember neve, akinek nem tudom, hogy született meg az agyába, de akár hiszitek, akár nem, sárkány szeretett volna lenni, és eddig 8 millió forintjába került az, hogy sárkánnyá változtassák plastikailag. Richard barátunk abszolút teljesen a hétköznapi életét élte, bankárként dolgozott, és egyik napról a másikra csak így kipattant így a fejéből, hogy sárkány szeretne lenni. Amúgy nem tudom, hogy emberek miért, tehát hogy pattan ki valaki fejéből az, hogy sárkány legyen, vagy miért pont sárkány? Ráadásul még gyermeke is, családja is volt ennek az embernek. Én nem tudom, hogy a családja hogy tolerálja az ilyen embereknek az átváltozását. De nem tudom, szerintem Évi tutira, hogy kiakadna, hogyha én hazatérnék egy ilyen sárkány fejjel, vagy valami hasonló. Ahhoz, hogy sárkány lehess, először át kell változtass magad nővé. Hogy miért, azt nem tudom. Férfi sárkányok nem léteznek, csak női sárkányok ezek szerint. Azután ki kell tetováltasd magad, szépen az egész tested be kell borítani pikkelyekkel, mivel a sárkányok testét elméletileg pikkelyek borítják. Ezután, ha ebben megvagy, akkor ilyen golyókat kell beleépíteni ide a fejedbe. Figyeld, mutatom a képet. De ilyen golyókat
építenek ide a homlokodhoz, hogy egy kicsit ilyen ragyás, vagy ilyen kis kitüremkedések legyen. Olyan sárkányos legyen az ábrázatod. A következő lépésben el kell távolítani a füleid. Tehát láttál már sárkányt ilyen szép fülekkel? Hát nem, a sárkányoknak igazából nem tudom, szerintem nincs fülük. Ha sikerült megszabadulni a füleidtől, ami nem tudom, hogy mennyire jó ötlet, mert nem azért lett ide nőve ez a valami, hogy eltávolítsuk. Ha úgy döntesz tényleg, hogy nincs szükséged a füleidre, akkor következhet a nyelved, ugyanis a nyelvedet ketté kell vágni, hogy tud így mozgatni. Ha ezzel megvagy, akkor hivatalosan is sárkánynak mondhatod magad. Nem tudom, hogy ezt, ha most bemennék a makói okmányirodába egy ilyen sárkány kinézettel, és szeretnék kérni egy új útlevelet, vagy egy személyigazolványt, hogy néznének rám ez ügyben. De kérdem én, hogy az ilyen emberek, akik eltorzítják az arcukat, mert éppen földön kívülinek, vagy sárkánynak akarják mutattatni magukat, hogy ezek az emberek azután hol fognak dolgozni, tehát hol fognak egyáltalán munkát kapni, vagy kapnak egyáltalán munkát. Most gondold el, bemész a Mekibe, vagy az ingatlan közvetítő irodába, és találkozol egy ilyen arccal, hogy sárkány, tehát... Itt van a hátam mögött, ott lehet látni a hátsó ablaknál. Eléggé jól rángatja az autót az utánfutó. Van rajta egy kevéske kis súly. De úton vagyunk, és csináljuk. Elvégeztem mindenféle fizikai munkát a mai nap során. Még fürdetlés előtt vagyunk. Gyorsan összedobok egy jó kis vacsorát. Én is és Évi is nagyon szeretjük a kínai kaját. Ezért ma este kínait fogok főzni. Itt van a tészta. Hát ez a szokásos kínai gyors tészta, amit csak le kell önteni forró vízzel, és akkor már csinálj is a dolgát. A húsi az még engesztelődik, mert a fagyasztóból vettem ki, úgyhogy reméljük, hogy addigra, mire kell, addigra felenged. Szóval itt párolódik a zöldségem, ami cukiniből, metélőhagymából és egy kis káposztából áll. És hogyha ez készen van, akkor majd a húsit azt megpirítom, összekeverem az egésszel, és utána végén jön a tészta, ezt az egészet összekeverem, ráöntöm ezeket a kínai szószokat, ilyen trutyisokat, és kész a kínai. Tadá! Köszönöm szépen az időtöket, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai nap is. Ennyi volt a mai vlog, találkozunk holnap, megyek, folytatom a vacsorafőzést. Sziasztok!